Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai napon egy nagyon érdekes témát fogunk körüljárni, lehetőleg a legalaposabban. Biztos lerágott csontnak fogjátok már gondolni, ugyanis erről a dátumról igazándiból már nagyon sokszor hallhattatok. Sokféle átdolgozása, feldolgozása van, valószínűleg lesz is még, hiszen nagyon-nagyon régen történt. De most mi egy teljesen más szemszögből fogjuk ezt megközelíteni, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog, és új információkkal fog mindenkinek szolgálni, ugyanis 1848. március 15-éről lesz most szó, de teljesen máshogy, mint ahogy eddig hallhattátok. Dőljetek hátra, és lássuk, mi történt ezen a napon Magyarországon. Minden a Pilvax kávéházban kezdődött. A ma Petőfi Sándor utca 7 szám alatt egykor működő kávéház az 1840-es években radikális értelmiség és főleg az ifjúság kedvelt törzshelye volt. Itt alakult meg és működött a Fiatal Magyarország mozgalom, amelynek tagjai közt találjuk Petőfi Sándor, mellett többek közt Jókai Mort, Vajda Jánost, Arany Jánost és Vasvári Pált. Ők voltak a márciusi ifjak. A március 15-i forradalmi események kiinduló pontja lett a kávéház. Petőfi és fiatal társai itt beszélték meg követeléseiket, amelyeket végül 12 pontban fogalmaztak meg. És Petőfi itt szavalta el először a nemzeti dalt. Pilvaxban döntötték el a március ifjak, hogy az egyetemekhez vonulva buzdító beszédekkel szólítsák meg az ifjúságot. A Pilvaxból az ifjúság először az orvosi egyetemre ment, onnan a mérnöki karra és a jogi egyetemhez vonultak. A bölcsész és a mérnöki kar, valamint a jogi egyetem 1848-ban a mai egyetem téren álló egykori Pálos Kolostor épületben működött. A megszólított egyetemi hallgatóság mellett az utca embere is egyre nagyobb számban csatlakozott a vonulókhoz. Így mire Landerer Lajos nyomdájához értek, már közel 5000 főre duzzadt a menet. 1841-től 1852-ig működött az akkori helyszínen a Landerer és Heckenast féle nyomda és kiadóvállalat. Landerer Lajos, a nyomda tulajdonosa ismerte a márciusi ifjakat, például a Jókai szerkesztette Életképek folyóirat az ő nyomdájába jelent meg. A tömeg 10 óra körül ért a nyomdához, ahol Landerer az ellenállás legkisebb jele nélkül fogadta őket. Így született meg a szabad sajtó első termékei, a 12 pont és a nemzeti dal. A röplapok első példányait az ablakon szórták ki a kint várakozó tömegeknek. A forradalmi tömeg egy rövid ebédszünetet követően délután 3 órakor a Nemzeti Múzeum előtti térre vonult, ahol kellemetlen időjárás ellenére népgyűlést tartottak. Petőfi Sándort pedig az oldalsó bejáraton kellett bejuttatni, így tudott csak az összegyűlt embertömeg elé kiállni a múzeum lépcsőjére. Bár jól hangzik és sokat ismételgetve a köztudatban is megragadt, ennek ellenére akkor és ott nem szavalta el a nemzeti dalt. A tömeg a Nemzeti Múzeum kertjéből a városháza elé vonult. A belvárosi plébánia templom mögött egykor álló épületet ma már hiába keressük. Az Erzsébet korábban eskütéri híd építésekor 1900-ban lebontották. 1848. március 15-én pedig itt gyülekezett a hatalmas tömeg. Követeik átadták a 12 pontot a tanácsnokoknak, akiket Rottenbierre Lipót alpolgármester győzött meg azok elfogadásáról. Bár sokat győzködni nem kellett a honatyákat. Miután aláírták a proklamációt, maga Rottenbiller mutatta fel azt ablakon át kint várakozó tömegeknek. A folyamatosan duzzadó tömeg a városházáról Budára indult, hogy helytartó tanácsnak, a legfőbb kormányzati szervnek is átadja követeléseit, a 12 pontot.
Bár már épült a Lánchíd, a közel 20 ezer ember nem ezen, hanem a mai Vigadónál kialakított hajóhídon kelt át. A helytartó tanács elfogadta a tömegköveteléseit, így a cenzúra eltörlését, a sajtóbíróságok népközötti választását és az akkor még Mihajlós Táncsics nevű rab kiszabadítását. Táncsics Mihály író közeli József kaszányába sajtóvédség miatt raboskodott, ugyanis 1846 után röplapokban követelte a jobbágyság felszabadítását. Hintóra ültették, amelyet a felhevült nép saját kezével húzott át Pestre. A március 15-i események záró helyszíne a Nemzeti Színház volt, amely bő 10 évvel korábban 1837-ben nyitotta meg kapuit. Nemzeti Színházban 1848. március 15-ére eredetileg a Két anya, egy gyermeke című színmű volt műsorra tűzve. De az igazgatóság az aznapi események láttán úgy döntött, Katona József Bánkbányát fogják előadni. A darabot azonban pár jelenet után félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg. A Bánkbányt nem folytatták, helyette népkívánságára elszavalták a nemzeti dalt, elénekelték a szózatot, a himnuszt, a Rákóczi indulót és a Hunyadi László opera jelesebb áriáit. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgár és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtség, képviselet, egyenlőség alapján. Nemzeti bank. Katonaság, esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföldre, külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassák. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Talpra magyar, híj a hazam.
is. Láncot hordunk ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mi rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Jó, szóval hangosan egyértelműen mondja. Jó, kezdődik. Nem. Esküdszék, képviselet. Nem tudom megjegyezni. Jó, mondom a Nemzeti Bankot. Hát de majd valaki mondja el ezt, hát ne már! Jó, majd bocsánat. De nem! Hagyd mondom! De Roland...